a premontrei Szent Norbert gimnáziumban tartotta meg 25. jubileumi közgyűlését a Teleki Pál Egyesület szombaton. A rendezvény ünnepi műsorral vette kezdetét, majd film és fotó összeállításban elevenedtek meg a 25 évvel ezelőtti események. Teleki Pál halálának 50. évfordulója alkalmából szervezett Mária Besnyői megemlékezésen Antal József miniszterelnök, Gönc Árpád köztársasági elnök és Szabad György, az országgyűlés elnöke is részt vett. A közgyűlés résztvevői megemlékeztek az Egyesület már elhunyt tagjairól, majd Szabó László, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szólt a Teleki Pál, egykori miniszterelnök, lengyel kapcsolataival foglalkozó kiállításról. A kétnyelvű magyar és lengyel tablók ezen belül az 1933-as dzsembori eseményeivel, valamint a magyar cserkészek 1935-ös lengyelországi látogatásával is megismertetik az érdeklődőket. Szabó László úgy fogalmazott, Teleki Pálnak volt köszönhető, hogy 1920-ban Lengyelországnak sikerült megállítani a szovjet katonai előretörést, valamint, hogy a II. Világháború elején Magyarország befogadta a lengyel menekülteket. 1939-ben is, ugye második miniszterelnöksége kapcsán idején Németország követelte, hogy engedjük át a német hadsereget Magyarországon. Erre Teleki azt mondta, hogy ez nem fér össze a magyar nemzet becsületével. És amikor Lengyelországot két oldalról, sőt három oldalról, mert még Szlovákia is megtámadta, akkor több mint 100 000 menekültet fogadott be Magyarországra. Ugye Teleki emléke élénken él a mai napig Lengyelországban. 2001-ben posztumus megkapta a legmagasabb lengyel kitüntetést. Utca viselje nevét Varsóban, és egy emléktábla emlékezik meg arról is, hogy 1920-ban a magyar segítséggel sikerült megállítani a szovjet előretörést. A kiállítással az Egyesület megalakulásának 25. évfordulója és az egykori miniszterelnök emléke előtt is tisztelegtek. Az ünnepi közgyűlésen került sor a Teleki Pál emlékérem átadására. Az idén Gémesi György polgármesternek ítélték oda az elismerést, megköszönve a munkájukhoz nyújtott 2,5 évtizedes folyamatos támogatást. A méltatásban elhangzott, Gémesi Györgynek döntő szerepe volt abban, hogy Teleki Pálról közterületet neveztek el Gödöllőn, valamint, hogy felállították az első köztéri szobrát. Elismeréssel szóltak arról is, hogy az alkotás ellopását követően határozottan fellépett a hasonló esetek megakadályozása és szankcionálása érdekében. Mindezek mellett kiemelték, hogy létrehozta a Nemzeti Együvé Tartozás napját. A díj átadását követően Fábri Mihály, az Egyesület elnöke mondott köszöntőt. Örömmel számolt be róla, hogy a tagság létszáma 300 fölé nőtt, munkájukat egyre nagyobb elismerés övezi. A Nemzeti Együvé Tartozás szellemében 41 Kárpát-medencei kirándulást szerveztek, és ezeken a premontrei atyáknak köszönhetően az anyagi mellett lelki támogatást is nyújtottak a határon túl élő magyaroknak. Az ünnepi közgyűlés Teleki Pál nemrég elhunyt unokája, Teleki Géza özvegye és fia, valamint özvegy Antal Józsefné is megtisztelte jelenlétével.